egymást tanítják, meg önmagukat tanítják. Tehát tök aranyosak, és jó dolog ez a Montessori. Az iskolakezdés az egyik legnagyobb mérföldkő a gyerekek életében. Nem mindegy tehát, a szülő milyen intézményt válasz számukra. Ebben szeretnénk segíteni, mégpedig úgy, hogy bemutatjuk nektek a hagyományos állami iskola típusokon túli lehetőségeket is. Elsőként a budapesti Montessori általános iskolát látogattuk meg a 6. kerületben. Most ismerjétek meg az ő módszereiket. Montessori iskola az én felfogásomban az, amikor a gyerekek aktívan saját maguk fedezik fel a tananyagot, építik fel egy köréjük épített, gondosan megtervezett környezetben. Kis létszám az osztály, tehát maximum 15 fő az osztály létszám, úgyhogy ezért nagyon hatékonyan tudunk így valójában dolgozni. 0, 4, 8, 12, 16. A gyerekek megkapják azt a lehetőséget, hogy szabadon levehetnek a polcról eszközöket, amivel vagy az új anyagot földolgozzák, vagy pedig gyakorolják az adott anyagot, és csak utána térnek át az írásbeli munkára. Figyelembe veszem az egyéni sajátosságaikat, illetve azt, hogy pontosan hol haladnak. Tehát nem azon, hogy frontálisan tanítunk, és minden gyerek ott tart, hiszen valakinek több gyakorlás kell mondjuk írásból, mert olyan a finom motorikája vagy a grafomotorikája, valaki pedig már ugyanide, hogy olvasni tud, nyilvánvalóan őket engedem teljesen külön dolgozni. Minden órában van szinte olyan lehetőség, ahol ő a saját maga ütemében, saját maga stílusában, tanulási stílusának megfelelő eszközzel dolgozik egyedül vagy párban, esetleg kis csoportban. Hogy nem patkozkodjuk a gyerekeket, hanem látjátok ezeket a kis szőnyegen, a nagy szőnyegen, folyamatosan mozgásban vagyunk, a differenciálásokat is úgy próbálom megoldani, hogy ne helyhez kötöttel legyenek. Azért szeretnek bejönni a terembe, mert tudják, hogy mindig lesz játék, ami nem más, mint egy tanulási folyamat, de érdekes, könnyed öltözékbe adagolva a gyerekeknek, mindenkinek a saját szintjének megfelelően. Arra szeretnélek kérni, hogy aki készen van, ez itt most jelen pillanatban a Bencus, igaz? És a Bálint, segítsetek annak a társatoknak, aki nincsen még kész, jó? Azt mondják, hogy ide a buták járnak, holott nem. Azok járnak ide, akik valamilyen szinten kilógnak az átlagból. De ez nem azt jelenti, hogy muta a gyerek. Most pont nem látjátok azt a gyereket, aki például matekból egy kis zseni, de diszlexiás. Tehát annak fel kell olvassam a feladatot, és akkor onnan magától mindent megvan. Azért itt is van terhelés, tehát itt is kell tanulni, csak nem mindegy, hogy azt a tanulást negatív érzelemmel veszi-e a gyerek, vagy pedig sikerélmények tömkelegével tud hazamenni, hiszen végig játszotta a napot, és játszva megtanulta az anyagot. Tehát miben voltál ma a legügyesebb? Érzel-e valamit, hogy legközelebb másképpen csinálod? És mi volt a harmadik? Hogy a legjobban mi az, ami tetszett. Nem osztályzatokban értékelünk, hanem személyre szóló értékelést kapnak a gyerekek. Fontos az, hogy meg tudják fogalmazni azt szerintem, hogy mi az, amiben ők nagyon jók, mi az, amiben fejlődni kell, és ne én mondjam meg azt, hanem magukba alakuljon ki egy olyan kép, hogy ők mi az, amit elvárnak maguktól. Leírtam a köbetet és kidíszítettem. És gyönyörűen kidíszítettem, mert ki is lila bomba volt benne. Azoknak az embereknek javaslom, akik azt szeretnék, hogy a gyerekük együttműködő, önálló gondolkodásra, munkavégzésre képes emberré váljon minél hamarabb.